Mint arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt a 6-os főúton Pécs határában, a Pláza bekötő útján. Még február elején történt az eset, amikor egy motorral közlekedő nekiütközött az előtte megálló autónak, így szerezve súlyos sérüléseket, melyek a halálát okozták. A napokban pedig egy gyalogost ütöttek el eddig tisztázatlan okból és körülmények között a távolsági buszpályaudvaron a Baranyai megyeszékhelyen. A rendőrség az esetek kapcsán szemtanúkat keres. Kérjük, hogy aki szemtanúja volt az említett baleseteknek, hogy azokról bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az tegyen bejelentést telefonon, vagy személyesen munkaidőben a rendőrségen. A személyes bejelentéseket a halálos baleset kapcsán a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályán az Atinai út 7-9 szám alatt, míg a gyalogos elütés kapcsán a pécsi rendőrkapitányságon a Varga Damján utca 3 szám alatt tehetik meg. Baleset megelőzés szempontjából már adtunk hírt a motorosokra vonatkozó tanácsokról, most a gyalogos közlekedést vettük górcső alá. A szakember elmondta, hogy a gyalogosok a forgalom legvédtelenebb, legsérülékenyebb résztvevői, de sokszor elfelejtik, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak. A gyalogosokat arra figyelmeztetjük, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva a részükre fenntartott járdán közlekedjenek. Az úttesten való átkelésükhöz pedig mindig a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket vegyék igénybe. Az autósokat arra kérjük, hogy vezessenek körültekintőbben, és legyenek türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben, és biztosítsák biztonságos átkelésüket. Sokszor ugyanis hirtelen, körültekintés nélkül lépnek le a gyalogosok a zebrára. Igaz, az átkelőhelyen elsőbségük van, ám az autósok nem minden esetben észlelik őket, főként rosszabb látási viszonyok között. Ezért is fontos a körültekintő közlekedés mind a járművel közlekedők, mind a gyalogosok számára.